Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás július 25-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai és tervei, erre kivetem most a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba? Ehhez jön még egy napi kártya az én kártya csomagomból, ez itt látható is, a Cica-Mica kártya csomag. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai és tervei. Ő kezébe veszi a dolgokat, és elindul. Mozgatja az eseményeket. Viszont ebben a mozgásban még visszatekint. Így minden lelassul. Ez a visszatekintés, ez a múltját illeti. Valamit még meg kell, hogy nézzen, vagy meg kell, hogy vizsgáljon. A második kérdés az volt, hogy milyenek az érzelmei. Mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A négyes szám arra utal, hogy számára kell a biztonság érzete. De ő ezt nem közli. Itt ezen a képen látható, hogy ő figyel valamit. Figyeli a ti életutatokat, vagy figyeli azt, hol tudna találkozni veletek, de ő ezt nem mondja, hogy szeretne veletek találkozni, vagy figyelt benneteket, hanem úgy tesz, mintha ez egy véletlen találkozás lenne. A harmadik kérdés az volt, mit közöl veletek. Itt ezen a képen látható a tűz eleme, viszont a levegő eleme is érezhető. Ez a lelkesedés és a levegő eleme szimbolizálja a könnyűségeket, utal a kommunikációra is, de ő hoz most döntéseket. És ő szeretné azt, ha ti ezt elfogadnátok, ahogy ő most dönt. Itt ez a kép mutatja azt is, hogy el szeretne búcsúzni mindattól, ami őt eddig nyomasztotta. A félelmeitől is. A napi kártya, ez a cica, mit közöl veletek? Ó, nézd meg ezt a kis virágot, ez olyan vicces, itt nevetni kell. Ez adjon könnyűséget számotokra a mai napon. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint. Asztrológiával kiegészítve 8500.
Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!